A pandémia előtti időszakban egy pünkösdi hosszú hétvégén teltházzal működtek a szállodák. Folyamatosan vesszük a foglalásokat. Hosszú hónapok után újra fogadhatnak vendégeket a szállodák. Az újranyitás hétvégén a vendégek döntő többsége belföldről érkezett. Hát nagyon örültünk borzalmasan, úgyhogy rögtön kihasználtuk az első lehetőségét, ahogy megkaptuk az értesítést e-mailbe, hogy kedvezményes lehetőségek vannak itt a szállodában. Mindig ide járunk egyébként Hajdúszoboszlón, úgyhogy nagyon örülünk neki. Hát minden héten jártunk a hegyekbe, vagy különböző nagyon jó ilyen kiránduló helyekre. Rengeteg van ebben az országban. Például Lilafüreden voltunk, akkor hol, hát sok helyen, Pilisben, rengeteg helyen vannak ilyen gyógyító helyek. Rengeteg ember jár, kirándul egyébként az országba. Hajdúszoboszlón az Európában egyedülálló gyógyvízre épül a turizmus. A víz számított az, mert én nekem ilyen mozgásszervi betegségeim vannak, és a fiam hozott minket, és ő nézte ki, hogy a víz milyen minőségű, mit tartalmaz, és hogy jó legyen. Csak hát kevés azért ez az itt pár nap. Kellene egy kis több. Védettségi igazolvány hiányában azonban vissza is kellett utasítani foglalásokat. Még mindig szembesülünk ezzel, és azt gondolom, hogy még egy darabig ezt a problémát visszük, hiszen vannak érdeklődők, jönnének vendégek, de hát védettségi igazolvány hiányában ezt nem tehetik meg. Egy nagyon jó nyár elé nézünk, és egy igen erős őszi időszakunk van. Folyamatosan jönnek az érdeklődők, most már külföldről is, tehát azt gondolom, hogy azzal, hogy előbb-utóbb a külföldi vendégek is megjelenhetnek a turizmus itt, a mi esetünkben is. Itt a szűkebb környezetünkben a Hungaroszpár Termál Hotel és hát a hozzánk tartozó egyéb szálláshelyeken is lehet majd látni azt a vendégforgalom emelkedést, amit majd a külföldi vendégek megjelenése fog jelenteni. Pünkösdi hétvégén közel kétharmados kapacitás kihasználtsággal működik a szállodánk. Vendégeink nagy része törzsvendég, és ezek a törzsvendégek, illetve hát a mostani hétvégén itt pihenő vendégek már alig várták, hogy jöhessenek, hiszen a hajdúszoboszlói gyógyvíznek és hát magának a szállodának is nagyon nagy népszerűsége van. És akkor, amikor ugye a pünkösdi hétvégéről beszélünk, akkor általában két-három éjszakás csomagokról szoktunk hallani, és mi is így hirdettük meg ezt a pünkösdi hétvégét, hogy a vendégeink félpanziós ellátással, szolgáltatásokkal, hiszen a fő erősségünk itt ebben a szállodában a gyógyvíz, a gyógyvízre épült szolgáltatások, kezelések, wellness kezelések, kinti-benti medencéink vannak. Természetesen minden kapacitás rendelkezésre áll, és hát mind a szálláshelyek, mind a város, én azt gondolom, hogy felkészült és nagyon várja ezen a hétvégén a vendégeket. Itt is, mint a szállodák többségében, az újranyitáskor kedvezményes árakkal várták a vendégeket. Pénteken jöttünk, és kedden fogunk menni. Ami még szempont volt, hogy szép kártyával is lehetett fizetni, és bármelyik zsebből, úgyhogy ennek a segítségével tudtunk időben lefoglalni a szobát, illetve az apartmant. A világjárvány előtt egy pünkösdi hétvégére hónapokkal korábban kellett foglalni, most kétharmados kihasználtsággal működik a szálloda. Mert nagyon vártuk, hogy újra kezdhessük a kis megszokott életünket ebben a szállodában. Kedves szakács kollégáim is már alig várták, hogy újra kezdődjön ez a igazi nagy nyári menet, amikor már jönnek a vendégek, és tudunk nekik minél jobb, minél finomabb ételekkel készülni. Általában a vendégeinket svédasztalos vacsorával és reggelivel várjuk. Hát nekünk elég széles ez a ételpaletta, úgymond, mert mindig így hétvégén készülünk különféle hideg előételekkel, salátákat készítünk, étlapunkon megtalálható többféle alapanyag megtalálható, dolgozunk halakkal, szinte minden nap készítünk halételt, marha, szárnyas vagy vadételeket, ezeket megpróbáljuk minél különösebb módon elkészíteni, ahogy a vendégek szeretik. Hát ugye most készültünk mai nap folyamán, ugye itt van az eperszezon a nyakunkon,
nagyon finom eperkrémleves készítettünk a vendégeknek, de viszont gondoltunk a nagyobb étkű vendégekre, és azoknak készítettünk másik levesnek egy tárkonyos bárány ragú levest. Emellett a vacsoránál szerepel négy fajta főételt készítünk, amit már mondtam ugye, hogy mindenfajta húsból készítjük az ételeket, köreteket is többfajta köreteket készítünk, emellett a ételeket, mikor készítjük, igyekszünk arra is odafigyelni, hogy ugye az érzékeny, mondjuk a laktóz-glutén érzékeny vendégeknek is megfeleljünk. Szóval a ételeinket próbáljuk úgy, hogy nem csak finoman, de az érzékenyek is tudják fogyasztani. Emellett még gondoskodni is szoktunk a vegetáriánus vendégekről is, általában hétvégén is minden nap meg lesz olyan ételünk, amit a vegetáriánus vendég is tud fogyasztani. Hál' Istennek elég jó visszajelzéseket kapunk a vendégektől, meg vannak elégedve a konyhánkkal, és sokan szeretik, és jönnek is emiatt, és dicsérik az ételeket. A világjárvány óriási bevételkiesést okozott az idegenforgalomban is. A szállodák viszont erős nyári szezonban bíznak, amikor már nagy számban érkeznek a külföldi vendégek is.